Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Először megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt jelen pillanatban. Itt ezen a képen látható ez a korbács, tehát valaki ostorozza őt, megpróbálja őt megbántani. Itt vannak nála jelenleg viták és veszekedések. A kezébe kellene venni ezt a söprűt és kisöpörni ezt a helyzetet vagy ezt a szemét, hogy itt tisztázódjon akkor valami. Mi maradunk még az ő gondolatainál. Itt láthatóak a madarak, és szimbolizálják a kommunikációt. Tehát ő elgondolkozik ezeken a vitákon, veszekedéseken vagy beszélgetéseken. Mi még mindig az ő gondolatainál maradunk. Itt láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják a kártyákat. És most megtekintjük újra mindhárom kártyát. Itt a közelmúltban voltak viták és veszekedések. Itt kommunikációról volt szó, vagy veled, vagy valakivel az ő környezetében. De ez lezáródik, hiszen az egerek eltávolítják ezeket a vitákat és veszekedéseket, ezeket a nézeteltéréseket. És most bepillantunk az ő lelki világába, megnézzük az érzelmeit. Itt ez a kislány jelentheti a gyermekeket is. Azt is jelenti ez a kép, hogy ő vagy te ártatlan voltál ebben a helyzetben. És amit ez a kép még jelent, egy új kezdetet. Tehát ez a vágya, ez az elképzelése, hogy legyen egy új kezdet kettőtök között. Az is lehet persze, hogy kívánja azt, hogy legyen egy kisbaba születése. Itt a nap látható, és az érzelmeiről van szó. Megvan nála ez a magabiztonság, ez a kisugárzás, ez a melegség, és a vonzalom kettőtök között. Amit a nap még jelent, hogy kiderül az igazság, vagy tisztázódik valami. Még maradunk az ő érzelmeinél. Itt látható a csillagkép és az szerencsét hoz. Szerencsétek lesz a párkapcsolatot illetően. Amit ez a csillagkép még jelent, hogy van köztetek egy ilyen kármikus kapcsolat, hiszen így volt megírva a csillagképekben. Amit még a csillag jelenthet, az időpontot. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Vagy jelenthet egy spirituális területet, egy közös tevékenységet kettőtök között.
Ez a három kártya utal az érzelmeire. Ő ártatlan, itt kiderül valami, lesz szerencse. Ez a kislány utalhat egy kisbaba születésére, vagy ezekre a vágyakra, álmokra, de jelent egy új kezdetet is. Ez eltarthat nyárig, amíg itt az időpont megfelelő legyen ahhoz, hogy legyen kettőtök között például egy közös tevékenység, ez lehet egy spirituális terület is. De itt látható a kisugárzás, a szerencse és egy új kezdet, azon kívül az ártatlanság, és itt kitisztul, rendeződik valami. Most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, mit fog tenni. Itt ez a korbács jelenti a nézeteltéréseket, vagy a vitákat, veszekedéseket. Lehet, hogy ez volt a múltban, és erről szeretne újra beszélni veled. De az is lehet, hogy fél attól, hogy újra viták lesznek köztetek. Amit ez a korbács még jelenthet, hogy másokkal voltak vitái, és ezt elmeséli neked. És még mindig maradunk a témánál, hogy mit fog tenni, és megnézzük a következő kártyát. Itt látható a tisztaság, az ártatlanság, ő tisztáz veled valamit. A Lenormand kártyánál ez a virág utal a testi kapcsolatra is. Az lehet, hogy te visszahúzódó vagy, és te ezt nem szeretnéd, és emiatt lesznek újra viták. Ez a kép azt jelenti, hogy ő oda érkezett hozzád, megvan a biztonság érzete, ő úgy érzi, és ki is mondja ezt, hiszen itt ez a kártya utal a tettekre, hogy le tud nálad gyökerezni, le tud nálad horgonyozni. Amit ez a kép még szimbolizálhat, az a munka és a hivatás. Lehet, hogy ott voltak nála viták, veszekedések, és ezt elmondja neked, vagy nagyon elégedetlen jelen pillanatban, ami a munkáját illeti. Tehát itt vannak a tettek. Ez a kép arra utal, hogy fáj valami. Itt van a biztonság érzete, de utalhat a munkájára is. Neki itt tisztáznia kell valamit, amit ez a kép még mutathat, ez a testi kapcsolat. Ezt kimondja, vagy közeledik hozzád, de fél attól, hiszen itt vannak a fájdalmak, ami a múltat illeti, hogy ő nem tud ide érkezni hozzád, tehát mondhatnám úgy, hogy nem tud kielégíteni téged, ezek is foglalkoztathatják őt, hiszen ez a kártya olyan dolgokra utal, ami fáj neki, és itt fontos számára, hogy meglegyen a biztonság, hogy mellette maradj, hiszen nem akar elveszíteni téged. Amit a kártyák még jelenthetnek, problémák a munkahelyen, itt vannak a viták, és neki itt tisztáznia kell valamit, vagy elmondja ezt az eseményt, és kéri azt, hogy adj tanácsot számára, és így kitisztul valami a munkát illetően. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!